Astor Piazzolla a Tangó története című műve csendült fel egy gitár és egy fuvola előadásában a Dunaföldvári Dunaparton, mely sok érdeklődőt vonzott. A Pannon filharmonikusok több alkalommal is fellépnek a városban a térzene programsorozat keretében, mindig más és más összeállításban és színes zenei repertoárt kínálva. Az elmúlt időszakban nagyon keveset játszottunk. Én a térzenét nagyon szeretem az emberek közelségét, látni a mosolygó arcokat ilyen közelről, bár a színpadról is jó érezni a közönség energiáit, de ezt így nagyon, nagyon szeretem, amikor közel vannak az emberek. Most Astor Piazzollától játszottuk a Tangó története című darabot, meg a Libertango darabját. Ez különösen kedvelem a gitárral való játékot, mert nagyon jól szól együtt a gitára fuvalával. Ez a darab meg különösen a kedvencem, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt eljátszhatjuk. A szimfonikus zenekari koncertek is csak online voltak, ugye? Volt, amikor nem is volt. És akkor utána jöttek ezek a térzenék, amiknek nagyon örültünk, és amikor csak lehet, akkor szívesen jelentkezünk, nagyon sok kamaracsoportot alakítottunk ezekből az alkalmakból. Eddig is voltak, de most még többen lettek, hogy ugye most a leginkább az utcán tudunk találkozni az emberekkel, a közönségünkkel. Minden hétvégére majdnem jut, bár ugye sokan vagyunk, nekem egy hónap nyaralás volt, most kezdődött, ezelőtt volt még egy ilyen koncertem, és akkor most már kezdünk próbálni a zenekarral is, mert lesz egy hét, amikor 3 koncertet adunk Pécsen, úgyhogy most elkezdődik a munka. Én a Pannon filharmonikusok nem vagyok tagja, mert ugye a szimfonikus zenekarban nincs gitár. Ilyen-olyan produkciókban, ahol van igény a gitárzenére, ott néha elő szoktam fordulni a Pannon filharmonikusok, van mint beugró kisegítő muzsikus, és hát nagyon sok mindenkit ismerek a filharmonikus zenekarból, ugye pécsi vagyok, ott rengetegen vannak, akikkel együtt jártunk főiskolára, egyetemre, még konzervatóriumba, tehát ott ugye ennek a pécsi zenei közösségnek így a tagja vagyok. Itt most Astor Piazzolla műveket játszottunk, tangókat. A felkészülés, amennyiben ugye a nyári szezon így a felkészülést megengedi, ugye a zenészek ilyenkor azért eléggé szanaszét vannak, de mi a művésznővel már többször játszottuk ezt a műsort, tehát ez egy ilyen régebbi repertoáron van, még mikor ugye gyakrabban voltak koncertek, tehát mi is az elmúlt másfél évről ugye ne beszéljünk ilyen szempontból, előtte mi azért ezt többször elmuzsikáltuk. Azért jó ez a típusú zene, mert picit egyfajta átmenetet kép ez a könnyű zene és a komoly zene között, talán ugye a tangó az egy olyan műfaj volt, ami eredetileg egy populáris zenei műfaj volt, és onnan végül is az Astor Piazzolla munkássága révén került át a komoly zenének a repertoárjába. És ez igazából az egész dolognak ez a típusú hangulata az ilyen jellegű koncerteken is megmutatkozik, hogy esetleg annak is befogadhatóbb, aki nagyon sokszor nem jár mondjuk komoly zenei koncertekre. Én gitártanár vagyok, tehát több zeneiskolában tanítok klasszikus gitárt, és hát játszom klasszikus gitárt, emellett nagyon sokféle formációban, sokféle műfajban muzsikálok, tehát világzenei, jazz formációkban, színházi produkciókba, tehát olyan elég seszeri se száma az én zenei jelenlétemnek, de van szóló produkcióm, kicsit ilyen populárisabb beütéssel vannak népzenei, folkos dolgok, amiket zenekarral, másokkal, táncházas zenészekkel, jazzzenészekkel játszom, és hát van a komoly zene is. Tehát ahol lehet, amit lehet igazából, én ugye gitárból igyekszek kihozni. A Dunaparti sétányon a Dunai panorámában is gyönyörködhetnek a térzenét kedvelők, hiszen Dunaföldváron ezen a felújított és felkapott helyen lesznek még koncertek. A következő hónapokban komoly zene, jazz, blues, világzene és népzene is felcsendül a térzene programsorozat koncertjein. Ez egy koncertsorozat, ami 30 koncertből fog állni, és tulajdonképpen az önkormányzat
pályázott erre a térzene projektre, és a művelődési központ a megvalósító. A 30 koncertből 15 koncert most augusztus-szeptember egészen októberig lesz, a másik 15 koncert pedig majd tavasszal. Elsősorban a Pannon filharmonikusok fognak szerepelni, de természetesen lesznek más előadó művészek is. Ez a negyedik koncert volt, és egyelőre maradunk a Dunaparton. Jövő héten nem lesz, mert jövő héten augusztus 20-a lesz itt a Dunaparton, de utána még terveink szerint az augusztus utolsó koncertje biztos, hogy itt lesz, 29-én, és a szeptembert meg majd meglátjuk, még a programot se tudjuk, meg hát majd az időjárás függvénye. Ez egy több éve zajló projekt, de Dunaföldvár csak idén csatlakozott, és reméljük, hogy folytatódni fog ez jövőre is, mert úgy tűnik, hogy sikeres. Itt tényleg a háttér is olyan, hogy azt hiszem, hogy kevés olyan koncerthelyszín van Magyarországon, aminek a Dunai panoráma a háttere.